Legendaként emlegetik Ausztráliában, akire az évtizedek alatt ráragadt egy megtisztelő becenév, Mr. Football. A sportriporter 2006-ban II. Erzsébet angol királynőtől vehette át a legmagasabb ausztrál állami kitüntetést. Egy évvel ezelőtt március 15-e alkalmából pedig Áder János államfő a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét adományozta a futballgurunak, amelyet húsvétkor Orbán Viktor miniszterelnöktől vett át Felcsúton. Magyar nevem László, az ausztrál nevem Léz, és a brazilok Lezinho-nak hívnak. Ürge László Budapesten született, de Les Murray-ként ismeri egész Ausztrália. Ő Mr. Football. Több mint 30 évig dolgozott az SBS televíziónál, ahol ő lett a futball arca és hangja. 8 világbajnokságot közvetített, a tavalyi volt az utolsó számára. Úgy döntött, visszavonul a képernyőről, de azt mondja, az a szerelem, ami a focihoz köti, soha nem fog elmúlni. Ennek része az is, hogy együtt rúgja a bőrt a brazil közösség foci csapatával minden vasárnap, Sydney egyik legszebb parkjában. Megtiszteltetés számunkra, hogy velünk focizik. Nincs kétségünk afelől, hogy ő a futball úttörője Ausztráliában. Laci mindig szerette a brazil focit, ennek a tévében hangot is adott. A Sydneyben élő brazil közösségnek ez annyira imponált, hogy rendszeresen meghívják rendezvényeikre. Sőt, létrehozták a Les Murray futballkupát, amelyet minden évben megrendeznek. A torna teljes bevételét jótékony célokra fordítják. Akármilyen idő van, én fölveszem ezt a sapkát, mindig így játszok, és ez, ők azt hiszik, ez azért van, mert nagyon izzad a fejem, és az izzadság belefolyik a szemembe, de a titok az, hogy el akarom dugni azt, hogy ősz hajam van. Mert mikor egy játékos felnéz a labdával, hogy kinek adja, látja az ősz hajamat, akkor én soha nem kapok lasztit. A 11 éves Ürge Lacit sokkolta, hogy Ausztráliában nem volt élvonalbeli futball, amikor szüleivel és testvéreivel 1956-ban ebbe a távoli szigetországba érkeztek. Ausztráliában akkoriban a krikett volt a nemzeti sport. Laci nagyon furcsálta, hogy hosszú nadrágos emberek 5 napig játszanak egy mérkőzést. 1977-ben indult televíziós karrierje a Network 10-nél. Itt szóltak neki, hogy kezdjen valamit a nevével, mert az Ürgét nem tudják kiejteni. Urge-nek mondták. Így választotta mostani nevét, amely mindenhol érthető. Ma ebben a földrésznyi országban szinte mindenki ismeri, a futball gurujaként is emlegetik. Emlékszem, kérdeztem apukámtól, hogy hogy lehet ez? Milyen országba hoztál minket? Mert ilyen országról nem tudtam, ahol nem a foci, a nemzeti vallás. Tehát ez egy nagy meglepetés volt, és attól a kezdve mondjuk a tudtom nélkül, nem kész akarva, de én próbáltam minden ausztrált meggyőzni arról, hogy ez a világ legszebb sportja. 1980-ban került az SBS-hez. Ez volt az első olyan ausztrál tévécsatorna, amely műsorra tűzte és felkarolta az európai focit. Őt kérték fel, hogy legyen a mérkőzések kommentátora. Ez volt az a csatorna, amely lehetőséget adott neki ennek a sportágnak a népszerűsítésére. 10 évig vezette a sportszerkesztőséget, közben folyamatosan ott volt a képernyőn is. Welcome you to another hour on the World Game. Good evening, buonasera, welcome to the World Game. Good evening, welcome to the World Game. Én mindenhol a magyaroknak drukkolok. Például jön az olimpia, akkor én böngészem az eredményeket, és először azt akarom megtalálni, hogy a magyarok hogy szerepeltek. És utána, hogy az ausztrálok hogy szerepeltek. Ez mondjuk a véremben van. A labdarúgás az más, mert a labdarúgásnak a népszerűsítése ebben az országban, az az én életmisszióm. Tehát én soha nem vagyok képes akarni azt, hogy az ausztrál válogatott vesztjen. 1985-ben a magyar válogatott Bécsben játszott világbajnoki selejtezőt. Az ausztrál közvetítés kommentátora ő volt, aki Détári csodálatos gólja után magyarul kiáltott fel, hajrá magyarok!
de később ezt megtettem más csapatokkal, más nyelven is. Ha például az olaszok játszanak, akkor bedob egy-két olasz kifejezést. Ez ihlette a Tizium együttest, amely 1995-ben írt egy dalt, Milyen nemzetiségű lesz Murray címmel. Elmentem egy koncertjükre itt Sydney-ben, a George Street-en. Lenn voltam a sötétben, a közönségben. És észrevették, hogy ott vagyok. És levonultak a színpadról, és főurcoltak a színpadra, amikor ment ez a szám. Nekem nagyon jó lesne egy kávé, egy kicsi. Milyen kávé? Amit szoktam, pikolat. Ebédelni vacsora? Laci hetente kétszer megy el törzshelyére, a Sydney belvárosában található Cosmopolitan vendéglőbe. Itt készült fel sokszor a mérkőzések előtt, itt böngészte az információkat a csapatokról. Mi mindig nagy magyarok voltunk, az egész család, az én bátyám, öcsém, akivel még mindig együtt vagyunk minden héten, és mindhárman magyarnak érezzük magunkat, és a bátyám és az öcsém is, mind a kettő nagyon büszke volt erre. És gondolom a szüleim is büszkék lehettek volna. Laci arra a kitüntetésre utal, amelyet 2013 húsvétján vehetett át Orbán Viktor miniszterelnöktől Felcsúton, a Pancsó Aréna megnyitó ünnepsége előtt, a magyar érdemrend tiszti keresztjét. Az eseményt választott hazájában, Ausztráliában is hírulatták. Az SBS televízió is beszámolt az általuk csak Mr. Footballként emlegetett Les Murray kitüntetéséről. Laci nagyon büszke az elismerésre, amelyet szülőhazájától kapott. Több mint 5 évtizeddel ezelőtt azért hagyta el Magyarországot, mert a szovjet tankok 56-ban letiporták a nemzetet. Akkor nem hitte, hogy egy nap visszajöhet szülőföldjére átvenni egy ilyen rangos kitüntetést.